hogy belekezdjünk hivatalosan is a mai műsorban. Eddig ugye itt voltunk, csöndben gyülekeztünk, és ez is volt a fő program a mai napra, de úgy adódott, és fönt elkezdődött egy beszélgetés, ahol Árpi is szólt, én is szóltam, aztán jó sokan hozzászóltak ehhez a dologhoz, és lehet, hogy ezt érdemes lenne folytatni, egy kicsit megismerni egymás véleményét, nem szónoklatokkal, hanem egy kicsit ilyen beszélgetéssel, amikor nem tudom, hogy ehhez van-e kedvetek? Igen! Hogy akkor így beszélgessünk. Nyilván meglátjuk azt, hogy ki alakul-e, hogy ki lesz a moderátor, de hadd szóljunk ehhez a dologhoz, hadd szóljon ez az összefogásról, hiszen itt most köszönjük szépen egyrészt a gesztust Árpától és a csapatától, és köszöntelek is benneteket itt ezen a rendezvényen. Néhány nappal ezelőtt kiírtam, amikor meghosszabbítottuk az éjségsztrájkot egy két helyszínes ülősztrájkkal, hogy én ezt a rendezvényt nem szeretném kisajátítani. Akik ismertek, talán tudjátok, hogy van egy mondásom, hogy nekem mindegy, hogy ki a király, csak legyen jó király. És ha nem lesz... És jól vigyázzon minden király, mert ha nem lesz jó király, akkor ott leszek újból. Nekem lenne a... Már beszéltem Attinerrel, hogy most próbálják megoldani telefonon, hogy se állt, hogy engedjen a kocsit! Ha másképp nem leszunk az Attinak, akkor egy irányított forgalmat, mert igazából csak ez a három szomszéd a kritikus, mindenki más be tud jönni az egyik oldalról is, másik oldalról is. Nyilván megbeszélik, jó? Tehát én azt gondolom, hogy most a rendőrség ezt le fogja szervezni, hiszen akkor a tömeg lettünk, hogy bizony már joguk van ahhoz, hogy akár az utca teljes forgalmát is lezárjuk, ugye úgy szólnak a törvényeink, ha csak... Ha csak 20-an lennénk itt, akkor nem akadályozhatnánk mást a szabad mozgásában. Itt is nem azt fogjuk megakadályozni, hogy valaki egyik helyszínről a másik helyszínre eljusson, hanem adott esetben kerülnie kell neki egy kicsit, tehát ezt meg tudja tenni. Tehát nagyon örülök neki, hogy ennyien itt vagyunk. Ugye ennek a rendezvénynek az üzenete az, hogy van ennek az országnak, leállt a forgalom, köszönjük, ennek az országnak van kormánya, van miniszterelnöke, és ez az ország most bajban van. Én azt gondolom, hogy akit mi felelős pozícióba juttattunk, az ő feladata, hogy a bajt elsősorban megakadályozza és megelőzze, de ez ugye a megelőzés elmaradt, tehát most ezt rendbe kell tenni valakinek. Ki tudná ezt rendbe tenni, ki más tudná rendbe tenni, mint a kormány és a miniszterelnök? Ezért vagyunk az ő házánál. Azt nem mondhatja senki, és Árpi is elmondta odafönt, hogy nem tettünk meg mindent más módszerekkel. Tartottunk rendezvényeket tereken, parlament előtt, hivatalok előtt, bankok előtt, és mindenféle olyan területen, ahol azt mondják, hogy illik rendezvényt tartani. Aztán tartottunk a házelnök házánál is egy rendezvényt,